lennie valahogy. Jan! A Veresegy Színház hozta el novemberben a szekszárdi közönségnek Ray Cooney és Tony Hilton közös darabját, az 1x3x4-et. A Babits Mihály Kulturális Központ színházterme megtelt a szórakozni vágyó nézőkkel. Tina kedvezményezett, Mr. Billy Hickory Wood! Billy! Abszolút van rá igény, és főleg a kacagásra, a minőségi kacagásra van igény, és én azt gondolom, hogy a következő megszólaló egyetemen, akit Beleznai Endrének hívnak, így kikacsintok, tehát ő is ugyanezt mondaná, hogy arra a minőségi kacagtatásra van igény, amit ő is képvisel, és én magam is. Azért jöttünk. Igaz, Endre? A helyzet némiképp kómikus. Valóban, utalok itt erre, hogy őt ugyebár kitetszik adni festőművésznek. Önmagát kitetszik adni ügyvédnek. Ha nekem meg kitetszik adni 20 pontot, hogy befogjam a szám. Ez zsarolás. Veszünk inkább keresett kiegészítést. Tulajdonképpen arról szól, hogy van egy ember, akiből van 4. Ez egyébként ugye spoiler lenne, mert ez a poénja darabnak, hogy kiderül, hogy nem egy ember van, hanem ikertestvérei vannak. De mint hogy ez a cím, hogy 1x3x4, azért nem annyira nagy titok. Plusz az egyik fordítás, amivel Magyarországon még játszották ezt, az volt, hogy ikrek, tehát ott sem volt annyira titkolva ez. Na de ez attól jó darab, hogy hát nagyon működik, mert rengeteget kell benne szaladgálni, ez az ajtócsapkodás, mennek emberek nagyon izgalmasan, és meg hát ugye az egy zicser szerep, Mohai Tamás játsza a 4-es ikreket, és tényleg úgy vált az egyik ikerből a másikból, hogy a nézők nem is nagyon értik, hogy mi történik, ez az egyik specialitása vagy erőssége ennek a darabnak, hogy tényleg úgy van, hogy a nézők biztosak benne, hogy itt áll még Mohai Tamás, és közben itt bejön és beszél, és közben itt is itt, tehát egyszerre, színpadon, két helyen van. Mihály Fi Balázs elárulta, nem könnyű az utazótársulatok helyzete, hiszen az energiaáremelkedés miatt több kulturális intézmény is úgy döntött, hogy nem nyit ki a fűtési szezon alatt. Járjuk a világ, de egyfolytában rettegünk. Tehát az életünk egy rettegés. Tehát, hogy bezárnak, vagy nem zárnak, úgy tűnik, hogy bezárnak, de hát nekünk még szerencsénk van, azt hiszem, a kőszínházakkal szemben, bár ott havi fizetést kapnak a kollégák, mi meg csak akkor, ha játszunk, de úgy tűnik, hogy még akad néhány kiemelt kulturális intézmény, ahol még talán fűtenek, meg bekapcsolják a lámpákat, és akkor tudunk játszani. Neked is most kell, hogy legyen egy kiállásod, érted? Nehogy elárulj, hogy festősegéd vagy a cégemben. Hát ennek nincs az a kimondottan jó atmoszférája. Nagyon nehéz bizonyos vidéken élő színház szerető embernek eljutni a fővárosban színházat nézni, és azt gondolom nem csak a fővárosban van élet, hanem vidéken is van élet, és a kultúrházakban megjelenő fantasztikus előadások is ezt mutatják, hogy van igény a, még egyszer mondom, minőségi, fantasztikus, nevettetős színházra, és mi ezt képviseljük. Térjünk is a tárgyra! A 100 fontot ajánl, kér 200-at. Hickory Wood! Úgy határoztam, adok neked 100... 200-at kérek! 100 000 fontot! Készpénzben! Nagyon bírják a nézők, mert tényleg rengeteg olyan eszköz van benne, meg hát nem csak az eszközök, mert az eszköz, már elmondtam, hogy ez a változások, hogy ugye, vagy mi változás, minek mondjuk varázslat, hogy egy színész kétszer is ott van. A másik pedig, hát az egy Nagy Sándor rendezte, nem az uralkodó, hanem a színész, aki énekes is volt előtte, na és ő játszott ezt a Badács Színházban, a Szente István. Mások szerint Vajk, de hát a Vajka keresztségben István. Tehát Szente István rendezésében a Madácsban. És nagyon jó volt benne a Sanyi.
És itt megrendezte Veresed Színházban nekünk, és rendezni is nagyon jól rendezte. Tehát nyilvánvalóan ezt tudják a nézők is, meg én is tudom tapasztalatból. Ezt múltkor meg is beszéltük, nem ebbe az előadásban, másik színházban, de nem szidjuk egymást. Magunk között megbeszéltük, hogy ha még egyszer valaki azt mondja, hogy a sikerhez az kell, hogy jó legyen egy előadást, azt szembe röhögjük. Tehát nyilván nem ez a fő szempont a nézőknél, hanem hogy elegendő mennyiségű humor legyen benne, hogy elegendő számút tudjanak nevetni. Van ilyen statisztika, hogy azt hiszem 2 percenként kell nevetniük, különben bukásnak számít, ha ki volt írva, vagy vígjáték. Mondjuk lehet, hogy nem írjuk ki, és akkor nem probléma. Na, de itt egyrészt lehet sokat nevetni, másik pedig az a másik dolog, hogy azért a színész akkor jobban örül a sikernek, hogyha tényleg érzi, hogy volt benne munka, meg volt benne komoly szakmai háttér, vagy feladat, amit meg is sikerült valósítani. És a nadrág? Vasalás! Ezt nem bár lehet kedves. Ezzelik kvázi, mit csinálja? Nem tetszik neki. Átkasoljuk még egyszer! Köszönöm szépen! Viszont már ne tegyen drága! Krűzölni már nem kell! Azért nagyon figyelni kell, nagyon ritmusos. Én még magamról ma nem beszéltem, ami furcsa, be kell lássuk, nem szokott ez előfordulni, de a szakmaiság így a hatalmába kerített, de azért visszaelveznék arra, hogy én az Inast játszom. Dzsága nevem nekem. Ez nekem azért kihívás, mert nyilván a szexádi nézők is tudják, hogy én egyfolytában főszerepeket játszom, tehát általában azon, hogy bejövök az elején is, nem jövök ki, csak a legvégén. És ebben meg nem. Ebben meg ugye kiberohangálok, mert ugye alájátszom leginkább a Mihályfi Balázs által megformált Mr. Barnettnek segítenék pénzhez jutni. És emiatt azon, hogy mindig ki kell jönnöm a színpadról, és ez nekem nagyon nehéz, hogy legyen kedvem visszamenni. Tudjam, hogy mikor kell visszamenni. Tehát ez egy másfajta koncentráció, de hát csodálatos összjátékaink vannak, tehát tényleg most még egyszer említeni Mihályfi Balázst, akivel nagyon jó együtt dolgozni, de nagyon szép zárt jelenteink van. Halucinálod! Ó, akkor mi álkod, amennyitik az ó, Maga kicsoda! Vágyalikai Budírországú! Kedves papa, nem volt véletlenül utazó ügynök? És hogy mi a darab slusszpoénja, azt mindenki megtudhatja, ha megnézi az előadást.